Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2019. május 13-án hétfőn. A pontos idő 19 óra, kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Diák Parlament. Szántóföld adásvétel. Visszaélés történt a polgármesteri hivatalban. Újabb ifjúsági parlamentet tartottak május 9-én a Városházán. A gyűlés központjában a megyei önkormányzat népszerűsítése állt, a diákok betekintést nyerhettek a települési és megyei önkormányzatok mindennapos feladataiba előadások keretein belül. Fehér Petra, a Jászna-Kunszolnok megyei közgyűlés alelnöke is egy előadást tartott a mai napon Mezőtúron az ifjúsági parlamenti ülésen. Miről szólt ez az előadás, mi volt ennek az eseménynek a célja? Először is köszönöm szépen a szervezőknek, nagyon megtisztelő, hogy itt lehettem az ifjúsági parlamenten, és fiataloknak előadást tartottam. A megyei önkormányzatot szerettük volna népszerűsíteni, bemutattam nekik, hogy milyen feladataink vannak nekünk a mindennapokban. Milyen reakciókat váltott ki, hogyan reagáltak a diákok? Érdekes volt a reakciójuk, mert a ifjúságnak a többsége nem tudja azt, hogy miben különbözik egy megye önkormányzat, és miben különbözik egy települési önkormányzat. Sokszor nem vagyunk tisztában, és ami érzékelhető volt itt a diákság körében is, hogy milyen értékeink vannak itt a megyében, és jó volt, hogy egy picit kinyitottam az ő szemüket ez irányba. Mit gondol, miért fontosak az ilyen ifjúsági parlamenti ülések? Mint én, mint fiatal nemzedékhez tartozó, számomra nagyon fontos, hogy az ifjúság az el tudja mondani a véleményét nekünk, felnőtteknek. Meg tudjuk együtt oldani az ő felvetéseiket, problémáikat, hogy könnyebb legyen az ő életük a mindennapokban. És az itteni diákság egy meghívást is kapott. Igen, nem csak távlati, hanem rövidtávú célom az, hogy egy ifjúsági kerekasztal ülést, beszélgetést fogok létrehozni az önkormányzatnál, és oda az összes megyei település középiskolásokat fogok meghívni. Ifjúsági parlament ülést tartottak Mezőtúron a polgármesteri hivatal dísztermében. A polgármester úr is felszólalt ezen az eseményen. Miről volt szó? Hát gyakorlatilag itt a demokráciáról volt szó, illetve annak a fontosságáról, úgyhogy külön örülök, hogy már készülőben van az Anne Frank kiállításnak a tablórendszere. Meg kell ismerni mindent, tehát ugye ami jön könnyen, azt úgy érzékeljük, hogy az van, abba csak a hibát keresünk. De aki egy adott negatív dologból eljut akár egy pozitív demokráciáig, azt tudja, hogy mennyi harc van, és milyen kötelességek és jogok is vannak ebben, és én úgy gondolom, hogy a hál' Istennek a mai fiatalok nem tapasztaltak meg nehéz helyzeteket, úgyhogy mindenképpen a tanárok, a pedagógusok az ilyen projekteknek az a célja, hogy megmutassák azt, hogy ami van, ami jó, az nem egy adott, azért mindig meg kell küzdeni, vannak, akik ezt meg akarják szüntetni, és nagyon résen kell lenni, és részt kell venni a politikába, igenis döntéseket kell hozni, valamelyik oldalra kell állni, tehát ez a demokrácia lényege, és hogy mindenki hallathassa a hangját. Az előadás végén a szavazógépekkel is megismerkedhettek a diákok. Hát úgy láttam, hogy örültek, hát volt, aki elpillett, ugye biztos sok volt neki ez, de tehát ez én megfoghatja az embereket, sose lehet tudni, hogy egy ilyen szavazás után nem dönti el a nebuló, hogy ő képviselő, akár országgyűlési, megyei vagy városi szeretne lenni, vagy valamilyen aktivista valamelyik pártba, tehát ezt kell, meg kell ismertetni a véleményünket, és itt is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a politikai kultúra az nagyon fontos, hiszen ha szétnézünk itt körbe a teremben, azt látjuk, hogy milyen az, hogyha valaki a gyűlöletet kelti, és milyen az, ha valakiket bűnösnek és igazságtalanul csak egy dologért felelősnek kiáltunk ki. Tehát ilyen nincs. Tehát minden népben, nemzetben van jó ember, rossz ember, egy nemzet, egy párt, egy akár milyen szervezet, civil szervezet nem lehet csak rossz. Lehet más véleményed, de az nem biztos, hogy rossz. Ismét ifjúsági parlamenti ülést rendeztek Mezőtúron a polgármesteri hivatal dísztermébe. Ön mit tudná mondani erről a mai eseményről? Nagyon fontosnak tartjuk Mezőtúrváros önkormányzata
és mi mindannyian, akik a szervezésben részt veszünk, hogy megismerjék az ifjúság véleményét, tudják, hogy egy-egy kérdés kapcsán mit gondolnak a diákok, és hogy feltegyék azokat a kérdéseket, amik megfogalmazódnak bennük, amit talán eddig senkinek nem tudtak feltenni, és ezek az alkalmak nagyon jó alkalmak arra, hogy ezekkel a témákkal akár önmaguknak megfogalmazott dolgokat, akár a közösség számára fontos dolgokat megismerjék, és újabb és újabb ismereteket szerezzenek. A következő ifjúsági parlamenti ülést mikor rendezik? A következő alkalom az május 20-án kerül megrendezésre, de ezzel sem ér még véget az ifjúsági parlamenti sorozat, mert egészen 2020-ig tervezzük az ilyen alkalmak megrendezését. Neked hogy tetszett ez a mai diákparlamenti ülés? Mi volt számodra a legérdekesebb pont? Én személy szerint nagyon élveztem például a legjobban tetszett, hogy a önkormányzat működését megismerhettük, hogy például hogy lehet bekerülni egy adott önkormányzat, hogy szavazás, hogy ez hogy működik, és hogy a maga a választótestület hogyan működik. Akkor hasznosnak értékelted ezt a mai napot? Természetesen. Tetszett a legjobban a mai előadásból? Hát igazából meglepően tapasztalom, hogy a mostani években a diákok véleményét is fontosnak tartják a város fejlesztésében, és hát személy szerint nekem is nagyon tetszett, hogy elmondták az önkormányzatnak és a megyei önkormányzatnak a működését. Mi tetszett a legjobban ezen a mai délutánon? Főként az, hogy tényleg a diákoknak a szavait is figyelembe veszik, és egyre jobban, meg hogy a meghívott vendég is mondta, hogy ilyen kerekasztalt akarnak létrehozni, hogy ott is inkább a diákoknak a véleményét és annak vágyait akár megvalósítani, inkább főként ez. De hogy látod, a diákság mennyire mutat érdeklődést ez irányba? Hát vannak, akik nagyon érdeklődnek, vannak, akik úgy mellesleg, de a többséget inkább jobban érdekli. Április 8-án soron kívüli zárt ülést tartott a képviselőtestület, melynek egyetlen napirendi pontja egy szántóföld adásvételének az ügye volt. A Magyar Agrárkamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöksége a vevőnek kedvezőtlen döntést hozott. A részletekről Herceg Zsolt polgármester úr tájékoztatta a lakosságot. Két alkalommal ülésezett a képviselőtestület az elmúlt hónapban. Először április 8-án egy soron kívüli zárt ülést tartott a képviselőtestület, amelynek egy szántóföld adásvételével kapcsolatos ügy volt az egyetlen egy napirendi pontja. Ugye ennek az egész történetnek a lényege az, hogy ugye, ha valaki termőföldet akar vásárolni, akkor ugye azt ki kell függeszteni, egy meghatározott jogi procedúrának kell lezajlania, és ennek az egyik állomása, hogy a Magyar Agrárkamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöksége döntést hoz az ügyben. Ebben az esetben a kamara egy olyan döntést hozott, amely nem volt kedvező a vevő számára, tehát elutasította az adásvételt, és ebben az esetben a vevő jogi képviselője kifogást terjesztett elő ide önkormányzatunkhoz. Erről már nagyon sokszor tárgyaltunk, vagy hasonló esetekről az önkormányzatunk sokszor tárgyalt, és hát én sem, és a testület többi tagja is kifejtette a véleményét, ők sem értik igazán, hogy a jogalkotó miért olyan szabályozást hozott létre, hogy az önkormányzatok ebben az ügyben részt vesznek, hiszen mi jogi szakértelemmel nem rendelkezünk, és tulajdonképpen itt egy olyan feladat hárul, olyan kötelezettség az önkormányzatra, amelynek a lényeg az, hogy el kell bírálnia azt, nagyon egyszerűen próbálok fogalmazni, hogy az Agrárkamara jogszabályt sértette, vagy sem.
Tehát tulajdonképpen egy jogszolgáltatást kell az önkormányzatnak végeznie. Ezzel a magam részéről én nem értettem egyet, és a képviselőtársaim sem. Szerencsére a jogalkotó év elején megváltoztatta a jogszabályt, most már ilyen jellegű ügyek nem kerülnek hozzánk, de ugye ez még a jogszabályváltozás előtti jogügyletről szól. Visszakanyarodva tehát az ügymenethez, a vevő jogi képviselője által benyújtott kifogást az ügyrendi bizottság tárgyalta meg. Ugye korábban a képviselőtestület egy döntésével az ügyrendi bizottság hatáskörébe utalta le ezeket az ügyeket. Az ügyrendi bizottság tehát megtárgyalta, és ismételten kedvezőtlen döntés született a vevő szempontjából, és ezt követően a vevő jogi képviselője a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz nyújtotta be a kifogását. A bíróság ugye egy tárgyalást megtartott az ügyben, és olyan döntést hozott, hogy a képviselőtestület részére visszaküldte az ügyet, tehát arra kérte meg a képviselőtestületet, az önkormányzatunkat, hogy a testület hozza meg az erre vonatkozó döntését. Mi megtárgyaltuk ezen a napon ezt a témát, és módosítottuk a korábban az ügyrendi bizottság által megfogalmazottakat, tehát helyt adtunk a vevő kérelmének, és így a képviselőtestület döntése visszament a Debreceni Közigazgatási Bírósághoz. Tehát az a lényeg az, hogy amit nekünk meg kellett tenni ebben az ügyben, azt a képviselőtestület megtette, tehát meghozta a vonatkozó döntését, és megváltoztatta az ügyrendi bizottságét, tehát kedvezően bírálta el a vevő szempontjából, tehát ha úgy tetszik, az adásvételi jogügyletet jóvá hagyta. A 2017-ben fedeztek fel visszaélést a települési támogatások megnövekedett kifizetésével kapcsolatban. Az elkövetők ellen 2017. szeptember 27-én tettek feljelentést a helyi rendőrkapitányságon. Az ügy részleteiről dr. Enyedi Mihály mezőtúrvárosi edzője tájékoztatta a lakosságot. Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, a sajtó munkatársait. A mai nap folyamán azért tartok sajtótájékoztatót, hogy tájékoztasson Mezőtúrváros lakosságát arról, hogy a polgármester hivatalban pontosan milyen visszaélés történt, mikor történt, és jelenleg hogy állunk az ügyen. 2017. augusztusában Herceg Zsolt polgármester úr hívta fel a figyelmemet arra, hogy ő visszaélést észlel a települési támogatások megnövekedett kifizetésével kapcsolatban, és arra kért, hogy folytassak le az ügyben vizsgálatot. De ezzel kapcsolatban az ellenőrzést elrendeltem, megvizsgáltuk a kifizetések jogszerűségét, és hát meg kell, hogy mondjam, visszaélést tartunk fel. Ezért én 2017. szeptember 27-én feljelentést tettem a helyi rendőrkapitányságon, és hát vártuk a nyomozás eredményét. A visszaélést ki kell, hogy hangsúlyozzam, a pletykák miatt hivatali dolgozók követték el. A visszaélésben választott képviselő, tehát az önkormányzata egy tagja sem érintett. A rendőrségi feljelentés követően 5 dolgozó ellen indítottam fegyelmi eljárást. Hát ezek a dolgozók már jelenleg nincsenek a hivatal állományában. Az 5 dolgozóból 3 munkaügyi bírósághoz fordult. Itt egyik ügy a kúria előtt van, egyik másodfokon van, a harmadik első fokú ítélet született, nem tudom, hogy az ellenérdekelt fél az fellebbezést nyújtotta be. Amit kiemelnék, a munkaügyi perrel kapcsolatban folyamatosan és ezzel párhuzamosan zajlik a büntetőügy. A kettő nem ugyanaz, ezt el kell különíteni. A fegyelmi ügyekkel párhuzamosan, hisz ott új információk jutottak a birtokomba, 2017. 11. hó 6-án egy feljelentés kiegészítést tettem a helyi ügyészségen, és tájékoztattam a nyomozóhatóságot arról, ami új fejlemény, amivel segíthettük a nyomozóhatóság munkáját. Itt megneveztük ebben a feljelentés kiegészítésben az elkövetőket, és itt már feltártuk az elkövetés módját, különböző módozatait, és a hatóság ennek tudta folytatni a nyomozást. Nyomozást több szerv is folytatott az ügyben. Ahogy hangsúlyoztam és mondtam, a helyi rendőrségnél tettem a feljelentést, először ők kezdték el a nyomozást,
Viszont különböző hatásköré és illetékességi egyeztetéseket követően ez átkerült a megyei rendőrkapitánysághoz, onnan viszont a NAF-hoz. Tehát jelenleg a nyomozást a NAF folytatja az ügyben. Nem megsértve a nyomozó hatóságokat, nekünk az a célunk, hogy ez az ügy haladjon. Minél gyorsabban eredményt szeretnénk felmutatni mi is a lakosság felé, hisz érezhető a nyomás, és nekünk ez a kötelezettségünk, hogy eredményre jussunk. Ismerve én az ügy büntetőjogi minősítését, amivel nem értek egyet, a BTK 396. paragrafus első bekezdésébe ütköző és a harmadik bekezdése szerint minősített jelentős értékre elkövetett csalás gyanúja miatt tettem feljelentés kiegészítést ez év április 15-én. Jelenleg itt állunk, egyetlen egy célunk van jelenleg, hogy minél hamarabb megtörténjen a vádemelés, és ezt követően a bűnösök megkapják a méltó büntetésüket. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok! A viszontlátásra!